nagyon szép kislány, ekkora cicikkel, miniszoknyába, magas sarkú cipőben, nagy dekoltázsra, fogta a fagyit, kérdezi, mondtam neki, mondom, tudja mit? Mondom, csináljuk úgy, hogy ön ezt így tartja, én belebeszélek, és utána majd azt csinál vele, amit akar, de ne kérdezzen. Elárulok egy nagy titkot, alsógatyát sem hordok, azon egyszer oknál fogom, mert gumi van benne. Tényleg. Most nem mondom azt, hogy megmutatom, hogy fölállok. Pedig milyen nézettségünk lenne. Letolnám itt a gatyámat. A felcsúszott vibrátor, amelyik gyakorlatilag ugye hát nem tudott kijönni, és ugye így rezgett a hasfala tőle, ugye ameddig ugye le nem merült. Sok-sok szeretettel köszöntöm valamennyi nézőnket, a Mutasd Magad mai epizódjának vendége, az ország legismertebb mentőse, Zaher Gábor. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hát Pali meghallja, kiúlik a maradék haja is. Oké, holtversenyben, módosítok, újrakezdem. Tehát holtversenyben Győrsi Pállal, az ország legismertebb mentőse. Egyébként azon gondolkodtam, hogy nem volt ez mindig így, mert amíg a Szomszédok sorozat futott, lehet, hogy Magenheim Doki még odaért volna. Abszolút, nem? Mindenkit megelőzött ebből a szempontból. Készültük neked sok-sok meglepetéssel, ha nem bánod. Nem? Oké? Előtte nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengő gombot, mert csak akkor jön értesítés mindarról, ami itt elhangzik. És most valami olyasmi hangzik el, amiről feltételezem, hogy te ismered, és hallottad, és láttad már. 100%-ig nem vagyok benne biztos, úgyhogy most felcsendül valami. Direkt a te tiszteletedre. Igen. Figyelj oda a monitorra mögöttem. Tágulnak a pupillák, és eltüneveznek a bélyegek. A nyelvek alatta, hogy egyre fogynak a kis poharakból a jégerek. Neki elhiszem, hogy az olcsó mámor hosszú távon majd megvámold. Megvédő a mindig bátor magyar Superman Zaher Gábor. Zaher Gábor a védőszentünk, a józanság az ott él bennünk. Csak ő kell ahhoz, hogy felszínre is hozza. Szabadtéri négyakkordos performance, zseniális. Engedélyt kértek tőled erre? Alapvetően nem azt gondolom, de erre miért kellene? Nem tudom. Nem. Ez egy mém valahol, én azt gondolom ebben az egész dologban. És az tök jó, hogy az emberből mém lesz. A fiúk elküldték nekem, és ők fölkértek, de azt mondtam, hogy a klipbe is. De miért? Hát ez nem szerint. Én orvos vagyok alapvetően. Hogy lettél te egyáltalán híres ember? Hogy kapott téged fel ennyire a média? Ez tök érdekes volt, mert amikor én oda kerültem a Péterfi Sándor utcai kórházba, a toxikológiai osztályra, ez mindig is egy ilyen nagyon furcsa világ volt. Ez egy idézőben zárt osztály volt, nem pszichiátria, de olyan kicsit izolált, az ajtók be voltak zárva, és így tovább, és így tovább. Én nagyon hamar ott vezető lettem, és akkor ezeket úgy megszüntettük. És ugye hát jött, fölhívtak a iradótól, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, hogy szeretném öntől kérdezni, mert volt, mit tudom én, egy szénmonoxidos haláleset, hogy tudna erről valamit beszélni. És akkor odajöttek, fölállították a statívot, odadugták a fagyit az orrom alá, tettek föl időnként kérdéseket, amit én idekeztem mindig elengedni a fülem mellett, mert annál bosszantóbb nincs, amikor egy riporter nem felkészült. Volt olyan történet is, nagyon szép kislány, ekkora cicikkel, miniszoknyába, magas sarkú cipőben, nagy dekoltázsra, fogta a fagyit, kérdezi, mondtam neki, mondom, tudja mit? Mondom, csináljuk úgy, hogy ön ezt így tartja, én belebeszélek, és utána majd azt csinál vele, amit akar, de ne kérdezzen. És mit mondta a kislány? Azt mondta, jó. Na, szóval, és aztán talán rájöttek arra mondjuk a híradósok, hát egy híradóanyag, az mennyi 2 perc, 2 és maximum egy annyit, és abból mondjuk beszélsz 3 mondatot. Rájöttek, hogy velem azért nem egy olyan bonyolult dolog csinálni egy ilyen interjút, mert nem arról szól, hogy na, akkor onnantól akkor azt még egyszer. Szóval igyekszik az ember nem így beszélni, végig tudok mondani 3 mondatot egybe, megpróbálok úgy beszélni magyarul, hogy ezt megértse az is, akinek mondjuk 40 000-es szókincse van, meg az is, aki mondjuk éppen 500 szóval használja valójában a magyar nyelvet. És akkor innen indult ez az egész, és akkor most már nem csak híradóanyagba kerestek innen, meg újság, és akkor így lett belőle, hogy most például az utóbbi időben megtisztelnek azzal ugye youtuberek, influencerek,
hogy... Tartalomkészítő. Jó, hát de így nem érti senki. Igen, ennyi. Hát így senki nem érti, hogy mondjuk úgy hát, leütetnek... Hát mert egy érdekes figura hogy vagy, abszolút. Hogy egy kicsit többet beszélgessünk. Nem akartál soha egy kommunikációt, egy ilyen exhibicionizmus nincs benned? Ne, exhibicionizmus biztos van bennem, ezt a feleségem mondja. Alapvetően de szerintem így van, de soha nem akartam. És én ezt nem is tanultam meg, hát vannak, akik vérverejtékkel küzdenek ezzel, és tanulják az iskolába, média, kommunikáció, stb. Aztán nem megy, van, aki pedig, gondolom, aki itt az asztal másik oldalán ül, te is tudsz olyat, aki soha nem tanult ilyet, és baromi jól csinálja. És van olyan, aki azt még... nem tudom, hogy baromi jól csinálom, de én sem tanultam. Igen, meg aki csak munka közben. Éveket igen. Belefetszöl, iskola, tanfolyam, elolvas, a kommunikáció ezer titka, hogyan kommunikál jól, és akkor nézi, hogy a jó előadás, hogy mit kell mondani, hogy kell mondani, megtanulja tükör előtt a pózokat, hogy miket kell csinálni, azt mondja, na de ezért kérdeztem, mert hát láthatóan neked ez így a génjeidben van, tehát hogy genetikusan jó kommunikálsz, egyébként ezt a betegek csípik? Tehát, hogy jó fej vagy velük? Alapvetően is. Szóval azt gondolom, hogy megvannak bizonyos szituációk, amikor az ember megengedhet magának. Mondjuk kicsit ilyen lazább fajta kommunikációt, van, amikor meg természetesen abszolút nem, amikor nagyon szigorúan az a szakmára koncentrálva, de hangsúlyozom, ott is magyarul kell kommunikálni valójában. Tehát, hogy értsen, hogy... És nem az, hogy latin szavakat dobálni, hogy hát nézze a pankreászban, ez a neoplazma, ami ott... Na szóval nem, magyarul. És nagy, fú, de jó, hogy ezt szóba hoztad, tisztázunk valamit, mert ugye te toxikológusként vagy. Igen. De képzeld el, én azt is olvastam, hogy te oxiológus is vagy. Az a kettő, az na, különbözik. Na, tudom, most már tudom, mert kiképezte igen. Magam, ugye az egyik sürgősségi orvostan, jól mondom, a másik meg a méregtan. Igen. Na de most melyik vagyok, mind a kettő? Alapvetően mind a kettőt csinálom összességében. Sőt, nekem ugye az eredetileg, én balesetisebészként indultam, és abból le is szakvizsgáztam, aztán jött egy gumi allergiám, ami miatt... Milyen allergiát? Gumi. Ja, gumi. Gumi. Hát és ugye gumikesztyű. Aha. Nem húzhatsz gumikesztyűt? Neoprénkesztyűt használok, vagy vinilkesztyűt használok, mert a gumitól... Aha. Ilyen dermatitis, ilyen bőrgyulladás. Nagyon magas labda, de ezt most nem csapom el, úgyhogy menjünk tovább. Nem használok. Sőt, elárulok egy nagy titkot, alsógatyát sem hordok, azon egyszer oknál fogom, mert gumi van benne. Tényleg. Most nem mondom azt, hogy megmutatom. Pedig milyen nézettségünk lenne. Letolnám itt a gatyámat, mert gumi van benne. Minden alsógatyában van gumi. Ez ebben persze, hát hogy maradna ott hát világ? Igen, ha csak nem azért, mint a fecske. Igen. Ugye, hogy ilyen megkötős, ilyenkor. Az urológusok azt mondják, hogy ez nagyon egészséges egyébként. Ha nekem van legebb urológus barátom, ő azt mondta, hogy nagyon egészséges alsógatya nélkül van, akkor az úgy szabad. Hát igen. Young Hearts Run Free. Elmondtad, hogy te abszolút orvosnak tartod magad, sőt, ha jól tudom, orvosnak is készültél. Igen. Ezzel együtt volt némi kitérő? Másodperces. Két másodpercig voltál állatgondozó? Ja, nem olyan, nem. Az azért volt, hogy nem vettek fel az egyetemre, és hát ugye ott áll az ember 18 évesen, el kell menni dolgozni. Milyen végzettségem van? Semmilyen. Gimnáziumi érettségét idézőben semmit nem ér az ég egyet a világon. És hát én felvételizni akartam, és hát valami olyan munkát kerestem, ami mellett azért az ember tud ugye előkészítőre járni, tanulni, stb. És így lettem ugye itt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Orvostudományi Kutatóintézetében, amit van nem messze, a klinikák metrón, ahogy kilépünk ott balra, van az a szép nagy épület, ami semmit nem változott azóta. Akkor is pontosan ugyanúgy nézett ki, hát ez 78-ban volt, akkor még modernnek számított, most már azért egy kicsit kevésbé modern, és ott voltam az állatházban állatgondozó egy pár hónapig, de az nem nagyon tetszett. És akkor másodikra már sikerült? Harmadjára. Az egyetemre, úgyhogy én dolgoztam ott egy pár hónapot, utána pedig itt a Baross utcában az egyes számú nőgyászati klinikának a koraszülött intenzív osztályán voltam, ilyen segéd-segéd, al-segédápoló. Még egy picit térjünk vissza az állatokhoz, mert valamilyen, az állat szeretet az megmaradt, úgy tudom legalábbis. Van is. Ugye? Három tacsi? Nem semmi. Így van. Tökédesek. Egy az ilyen, cacib, arany, mit tudom én, koszorús, családfa, a kettő az pedig örökbe fogadott. Az egyik drótszőrű, és akkor van két sima szőrű, szóval ez már falka. Na, akkor nézzünk ilyen populáris témákat, és akkor erre rá is kapcsolódunk, tessék. Szilveszteri petárdázás, mint orvosként, mint budapesti állampolgárként, gazdiként. Te mit gondolsz erről? Hát alapvetően ugye a három kutyusunkból egy volt olyan, ugye az abszolút, akinek olyan pedigréje van, hogy huha, ő volt az, aki egy ilyen reszkető volt, a másik kettő az letojta az egészet, azt nem érdekelt, hogy ott robbantgattak.
Nézd, emberek levezetik ezzel a feszültségüket, úgy érzik, hogy ez... De neked van konkrét, mert most ugye megy a kampányolás, egy csomó kerület Budapesten, igen, saját kezébe vette a döntést. Igen, te hova húznád a Stigulát? Lehessen, vagy ne lehessen? Én alapvetően azt gondolom, hogy tök felesleges ez a petálázás. Először is egy baromi komoly pénzkiadás az egész. Hát megnézed, ugye, amikor itt lehet vásárolni, meg majd nem tudom, 27-től lehet ezeket vásárolni. Hát a katalógusban, amiket itt ezek kiszórnak, hát ilyen 20-30-40 ezer forintért lehet kapni ilyen kis rakétákat, minden. A másik meg az, hogy mi szilveszterkor mindig színházban járunk a feleségemmel, mert én ugye elsőn mindig megyek dolgozni, utána szépen hazamegyünk, éppen hogy megvárjuk az évfélt, utána szundén reggel 4:15-kor kellek, azt jövök mentőzni, hogy az... Várj. Tehát te minden január elsőjén dolgozom. Mentőzöl. Abszolút. Ez már hosszú-hosszú évek óta. És akkor nincs piálás se? Nekem nem díl igazándiból, hát most ha nem iszom, én amit szoktam időnként inni, sört iszom, méghozzá azt is kézműves sört, és megvannak ugye azok a kedvenc sörfőzdeim, zárója nyílik Maglódi út 47, ennél többet nem árulok el. Ez itt a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye, ahol három zseniális sörfőzde van, és onnan szoktam. Na várjál, erre majd még van. Na, de nyilván a piára ki fogunk térni, de na egyszer, mondom, olyat is mondtál, hogy szondáztatnak a mentősöknél, hogy nem is lehetne január esély. Abszolút, január esély. Tehát úgy indultok el? Reggel szonda. Komolyan? Abszolút, de szerintem ez fontos. Hát, de gondolj bele, bármelyik munkahelyen megtörténhet, hát te is bemész a munkahelyedre, mondhatja ott a biztonsági ember, hogy akkor ágai úr, tessék szeresni megfújni a szondát. És ha az mondjuk elszíneződik, akkor mondhatod azt, hogy hú, pont most öblögettem szájvízzel itt a kocsiba, oké, akkor várunk egy negyed órát, és utána megint, és még mindig, akkor hát akkor... Jó, és nálam nincs akkora tét, mondjuk, mint nálatok, mert volt, aki már megbukott egyébként? Tehát volt, hogy elszíneződött? Volt. Szóval január 1-én mindig szokott lenni szondáztatás, ami szerintem egy fontos dolog, hát azért érezze át az ember, hogy itt azért olyan munkát végez, ahol ez abszolút összeférhetetlen, ez a kettő dolog. Na szóval, ahogy mondom, színház voltunk, megyünk haza, és hogy itt a körúton, amikor ott az ember talpa alá bebaszarintják, érted, a petárdát, az azért felháborító. Hát megijed az ember, autó elé oda dobják, szóval én pontosan emiatt is húznám oda a vonalat, hogy ezt az egész petárdázós történetet ezt valójában szüntessük meg. Ott van nekünk augusztus 20-a, amikor néhány milliárd forintot ugye ellőzünk az égben, mert ugye cirkuszt és kenyeret a népnek, ez ugye kell, és vannak idézőjelben időnként ilyen kis magán tűzi játékok, de ez a szilveszteri gigantikus robbangatás, ennek semmi értelme nincsen. Durva volt az idei szilveszter egyébként? Nem? Abszolút nem. Meglepő volt, ugye reggel fölvettem a szolgáltatót, benn voltam ugye 6-ra a mentőállomáson, valamikor 12 körül vonultunk ki először. És délelőtt nem nagyon volt semmi. És utána a délután is volt néhány betegünk, de olyan nagyon extra dolog, hogy most eljutottunk volna az helyre, ahol általában 24 órás diszkó van, és még elsője kora délutánig tart a buli, és akkor még ott a csávók kicsit csavargatják magukat a kristálytól, ott az extra piramidális mozgászavarukkal együtt. Szóval ilyen most idén nem volt meg ez a reggel ott a Szent István körúti népszerű mulatóban, ott előtte az aszfalton fetrengő miniszoknyás rókabőrös kacagánnyal bíró kislány. Szóval ilyennel sem. Te meg tudsz lepődni egyébként valamint? Tehát volt az utóbbi időben ennek, hogy na jó, ilyet még én sem láttam. Hát voltak olyan dolgok, de annyira nem EU-konform, hogy én ezekre... Mondj egyet, valahogy úgy csomagod. Beszéljek. Hát amikor a kólás üveget vettük ki a végbeléből. Például ez volt az egyik, vagy a másik a felcsúszott, szintén ilyen hasonló sztori, a felcsúszott vibrátor, amelyik gyakorlatilag ugye hát nem tudott kijönni, és ugye így rezgett a hasfalat tőle, ugye ameddig ugye le nem merült, és hát utána baromi izomláza volt az illetőnek. Szóval ezek olyan meglepőek, de mondjuk egy csomó egyéb más már olyan túlságosan nem. De persze ilyenekkel is szoktunk találkozni. Szóval én már így végbélből elég sok mindent távolítottam el, a pohártól kezdve a citromon át, a kólás üvegen keresztül, mondom, a vibrátor, rig, és az például megvan röntgenezve, és azt mindig a hallgatóimnak föl szoktam vetíteni azt a röntgen felvételt, hogy tudják, hogy mi ez. És akkor így nézik. Hát általában a vibrátort nem úgy lát az ember, hogy látja, hogy ott van benne a két elem,
ugye a drót, meg a végén ugye a moci, ugye, ami mozgatja az egészet, hanem azt általában más formátumba szokta az illető látni, úgyhogy nem nagyon szokták. Múltkor Szegeden az egyik kislány rögtön, mikor megtalálta, azt mondja, hogy ez egy vibrátor. Majd rögtön rájött arra, hogy hoppá. Na jó, és most ezzel jót mulatunk, de nyilván vannak kevésbé mulatságos nevetséges szituk is, amikor meghökkensz, akkor azt mondod, hogy tehát ez már nekem is sok, vagy ilyen már nincs, nem, tehát amikor már mindent láttál? Hát most nem az, hogy az embert mindent lát, de föl kell, és ha belegondolsz, szóval az élet produkálja ugye a legdurvább dolgokat, a legelképzelhetőbb dolgokat, és nem az, hogy most egy író leül, és akkor most akkor találjuk ki a következőt. Nem, azt az élet meg fogja tudni csinálni, és azért ezek úgy benne vannak a dolog. De arra emlékszel, hogy mikor sokkolódtál utoljára? Most akármit, tehát amikor azt érezted, ez most ki kell mennem a levegőre, ja, vagy, nem, vagy bármi. Ilyen nagyon régen nem volt. A kívülmaradás egy nagyon fontos, hogy ez vele történt, szerencsére nem velem. Én azért vagyok itt, hogy rajta tudjak segíteni, és ha én elkezdek ebbe tönkre menni, akár ott a helyszínen, akkor nem tudok rajta ott segíteni, mert akkor leblokkolok, nem úgy gondolkodom, rossz dolgot csinálok. Ez az egyik. A másik, ami nekem meg még személy szerint nagyon fontos, az a futás. Valaki meghal a kezed között, akkor te nem a bugykoshoz nyúlsz, nem pszichológushoz, szalasz, nem szedukszet veszel, hanem nem emész futni. Elmegyek futni utána. De ez a futás, ez nem csak akkor van, hogyha valaki meghal. Értem, jó, világos. Amúgy is része az életemnek. Az igaz, hogy amikor az édesanyád elhunyt, akkor is ez volt a terápia saját? Abszolút, ő ott halt meg nálam bent a kórházba. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy tüdőrákja, az utolsó 10 nap volt az, ami már számára olyan volt, hogy nagyon nehezen viselte, többször megcsapoltam a melkasát. Saját édesanyádat ápoltad? Hát így persze, orvosként? Persze. És akkor bejött, és akkor még fölhívta az unokájával, a fiammal beszélt telefonon, akinek el lehetett magyarázni, hogy a nagyi beteg, akkor ő még kicsi volt, és utána azt mondta anyám, hogy pontosan tudtuk azt, hogy szakmailag, hogy minél többször csapoljuk, ugye annál többször fog újra telődni, csak rosszabb lesz. És akkor mondta édesanyám, hogy akkor ezt most hagyjuk abba. És akkor már nagyon fájt neki. És akkor szépen kapott kábítószert, morfiumot, és hát szépen elaludt, és meghalt. Ott ültem végig az ágynál, amikor elment, és utána még egy 4-5 óráskát ott elődögeltem ott a korterembe. Rágyújtottam, dohányoztam, senki nem szólt. Mertek volna? Hát jó, de ez ott akkor megvolt, aztán utána fogtam magam, átöltöztem. Akkor a Péterfél dolgoztam, és akkor kimentem a ligedbe. És letoltál egy félmaratont? Egy félmaratont lefutottam, igen. És aztán visszamentem, lezuhanyoztam, felöltöztem, és elkezdtem intézni a hivatalos részét ezeknek a dolgoknak. Szóval a futás hihetetlenül sokat tud segíteni az embernek. Akkor mostantól kanyarodjunk rá a függőségekre, jó? És akkor kezdjük a piával. Azt mondod, hogy ez a zéró tolerancia, ez tök jó, hogy ez maradjon, hogy ne lehessen. A vezetésnél. Abszolút. Igen. Én úgy gondolom, hogy a null tolerancia azért jó, mert akkor nem kell számolni. Mert ugye elméletileg lehet számolni. Szóval leülsz, elmész, megvacsorázol, megiszod, kiszámolod, hogy mennyi. Most nem kell papíron, mert egy csomó kalkulátor van az online világban. Egy sör mennyi időt megy ki? Egy 0,33-as, mondjuk 4,5-5% körüli alkoholtartalommal bíró sör, az kb. 2 óra alatt kiülő a szervezetünkből. Átlagosan. Oszlassunk el még egy tévhitet, ez a konyakos megy duma. Jaj, ilyen szakértésem volt. Na, tessék. Ilyen konyakos megy, hogy ő csak konyakos megyet tevet. És akkor kijött neki, nem volt durva, mit tudom én, ilyen 0,7-0,8 ezrelék, szóval nem volt durva a véralkoholszint. És akkor kiszámoltam, hogy a konyakos megyből gyakorlatilag kb. Olyan 3,5 kilónyit kellene megennie ahhoz, hogy ő ezt a véralkoholszintet tudja produkálni, ami önmagába véve nem egy elképzelhetetlen dolog, de aki szerintem megeszi 3,5 kiló, egyszerre, igen. 3,5, de azt így, szóval még a kibontás időt sem kell beleszámolni, oda van téve, és akkor így eszed,
azt szerintem tuti utána két hétig nem szarna. Ez egészen biztos, hogy tömbbe állna benne a csokoládé. Akkor elképzelhető. Na most ezt így leírtam a bírónak. De így, ezt, így gondolom. Hát nem így, nem. Szóval azért nem így. Az a sokkal ilyen eukomfortabb módon. Volt ugyebár a megfogalmazás, és utána a hölgy, aki ugye ezzel a konyakos megyés történettel volt ugye meggyanúsítva, utána felállt és azt mondta, hogy vesztettem. Maradjunk még akkor az alkoholnál. Magyarázz el egy mondatot, tőled származik. Az alkoholizmust szinte az anyatejjel szívtuk magunkba, Szaher Gábor. Ezt szerintem valamelyik újságíró adhatta a cikk címnek, ilyen figyelemfelhívó. Magának a függőség kialakulásában a genetikának van szerepe. Azt nagyjából tudjuk az alkoholbetegségről, hogy azokban a családokban, ahol mindkét szülőnek van alkohol problémája, ott 70, ahol csak az egyiknek ott 50%-os valószínűsége lesz annak, hogy az utódnál is ugye az alkoholbetegség az valójában megjelenik. És mitől alkoholbeteg valaki? Tehát, hogy most ez mi a kritérium? Igen, tehát mikortól számít? Van valami mennyiség, hogy aki napi két sört iszik, az alkoholista vagy? Nem alkoholista, de ha ez az életének a részét képezi, és neki az tök természetes, hogy hazafelé menet beúrik a közértbe, megveszi, betolja, és ettől semmi baja nem lesz az égért a világon, és jó eséllyel lesz, szoktam volt mondani, akár 150 éves koráig is el tud élni ilyen mennyiségű alkoholfogyasztása mellett. De összességében, amikor ez egy tök normális dolog, hogy én minden nap munkában nem iszom, de amikor hazafelé megyek, akkor megveszem, és otthon rögtön sziszentem is föl ezt az egészet. Tehát te is sziszentesz? Mondjuk egy héten kétszer. Aha. Körülbelül. Hát részben, ugye, amikor az ember másnap dolgozik, akkor előző nap amúgy sem fog alkoholt fogyasztani. Azért a másnap dolgozom, nem viszol meg egy sört? Hát most mit? Jó meccs van a tévében. Hát, oké, de nézd meg, a Bajnokok Ligája meccs 9-kor kezdődik. 11-kor van vége, ha esetleg már olyan szakaszban vagyunk, akkor lehet, hogy éjfél. Lehet, hogy éjfél. 4:15-kor kelek. 5-kor ülök autóba. Az azt jelenti, hogy 5 óra. Ha meginnék egy jó kis trippelt, vagy egy előbb említett hordóban érlelt viszkis, vagy rumos hordó, az mondjuk 12-13% alkohol tartalmaz, akkor reggel, ha netán ott az Ady Endre úton megállítana a rendőr, akkor az még lehet, hogy pozitívat lehelnék. Hogy magyarázzuk el a gyereknek, hogy 14 év alatt ne, de 14 és 18 év alatt egy doboz energiát, a nagyjából 80 mg koffein semmilyen káros hatással nem bír. Magyarországon van körülbelül 8000 kábítószeres ügy évente. Ebből a 8000 kábítószeres ügynek nagyjából az 50%-a marihuánáról szól. Nem mondom, hogy nem voltam részeg, mert voltam, persze, abszolút, de abban meg a másnaposság a legszarabb. És nem az, amikor be vagy rúgva, hanem amikor másnap fölébredsz, és úristen! Ennek van a legmarkánsabb íze. Ennek. Az íz lett a legjobban, igen, az egyes? Igen, ennek. Ez, mintha cukormentes lenne. Egyik se cukormentes, ennyit segítek. Ez meg förtelem. Ez a klasszikus piros, magyaros. Támogatóink. Lexus Monor. Termini Rail Kft. VLG Kábelkereskedelmi Kft. Golden Standard Media. iStyle Optika.